Nyíregyházán 2012-től megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés rendje, amikortól is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladékgazdálkodási program keretében megépítésre került az új hulladékválogató csarnok. A csarnok eszközrendszerének köszönhetően lehetővé vált a papír és műanyag hulladékok körzetenként egy hulladékgyűjtő gépjárművel történő begyűjtése. Ez a megoldás költséghatékonyabb és környezetkímélőbb az eddig megszokott rendszertől, hiszen nem két járat gyűjti a szelektív anyagokat, hanem csak egy. A hulladékok válogatása pedig mindenképpen szükséges, mivel sajnos sok esetben olyan anyag is kerül a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe, amelynek nem ott a helye. A kertes házakban élők ezt már megszokhatták, hiszen ott már két éve egy napon egy járattal kerül begyűjtésre a szelektív hulladék. A tömbházas városrészeken élők a zöld szigetek konténereibe helyezhetik el a szelektív hulladékanyagot. Hosszú éveken át megszokássá vált, hogy a sárga színű konténerbe a műanyag, fém és italos karton hulladék kerül, a kékbe pedig a papír, amin változtatni, az edényeket lecserélni nem észszerű megoldás. A szelektálás a továbbiakban is alapvető fontosságú, viszont az, hogy például a papír nem a kék konténerbe kerül, hanem a sárgába, nem okoz gondot, mivel a nyíregyházi hulladékkezelő központban alaposan átválogatásra kerül a beszállított szelektív hulladék. Jogos lenne az a felvetés is, miszerint így a hulladékudvarokban sincs jelentősége a hulladékok szelektálásának. Mivel a hulladékudvarokban felügyelet mellett történik a hulladékok átadása, így az onnan beszállított edények tisztán azt a hulladékot tartalmazzák, aminek a gyűjtésére szolgálnak, így tartalmukat szükségtelen szelektálni. Tömören a lényeg az, hogy szelektíven gyűjteni a hulladékot igenis megéri és szükséges, mint ahogy a színes konténereket használni is az. Viszont a mostani gyakorlat enged annyi rugalmasságot, hogy a papír és műanyag hulladék egymással keveredhet.